heti heti blogot egy tök jó hírrel szeretném megnyitni, ugyanis elértük a 2000 feliratkozót, és lehet, hogy ez nem tűnik soknak, de nekem egy hatalmas szám, és nagyon sokat jelent, úgyhogy szeretném megköszönni, hogy itt vagytok, hogy néztek, hogy kommenteltek, és hogy érdekelnek az én mindennapjaim. Azért is fontos nekem ez az egész dolog annyira, mert a szociális fóbiám miatt eléggé el vagyok zárva a külvilágtól, eléggé el vagyok zárva az emberektől, és még a közeli ismerőseimmel is sokszor félek messengeren beszélgetni, sokszor hetekig várok, mire vissza tudok nekik írni, és nem azért, mert bunkó vagyok, vagy nem akarok visszaírni, hanem azért, mert lelkileg nehéz, és nem merek írni. A heti blogolás azért is nagyon tetszik, és azért örülök, hogy nézitek, mert olyan, mintha ismerőseimnek, vagy barátaimnak mondhatnám el a kis gondolataimat, meg megmutatni a körbevevő dolgokat, amikkel éppen foglalkozok, meg ilyenek, szóval egy összességében minden, ami a heti blogban megjelenik. Nagyon sok jó kommentet kapok, sok pozitív, sokan dicsérik akár a ruhámat, akár a kinézetemet, meg a sminkjeimet, ezek nagyon-nagyon jól esnek, és köszönöm. Viszont mostanában nagyon kedvelem az olyan kommenteket is, amik valami szituációra reagálnak, ami a videóban történik, mert ebből tudom, hogy figyeltek a dolgokra, amiket csinálok, illetve ezekből a kommentekből legkisebb beszélgetéseket elindítani, bár nem mindig szoktam reagálni rájuk, mert ugyanúgy, mint ahogy messengeren nem merek mondjuk visszaírni valakinek, ugyanúgy az üzeneteknél is elő szokott ez fordulni, szóval bocsánat, hogyha nem mindenkinek válaszolok, még nem minden típusú kommentre, de időnként vissza szoktam nézni, mikor éppen olyan hangulatom van, olyan lelki állapotom van, akkor több kommentre válaszolok egyszerre, szóval ne aggódjatok. Nos, erről a témáról most csak ennyit akartam, és menjünk is át a másik szobába, mutatni akarok nektek valamit. Mielőtt elindulok, mert egyébként most el fogok menni egy bioboltba, ahol rendeltem pár dolgot karácsonyi ajándékokhoz. Viszont azt nem fogom megmutatni, mert nem akarom a meglepetést azoknak lelőni, akik esetleg kapnak ilyet tőlem, és nézik is a videót. Oda fogunk majd elmenni, lehet, hogy viszem Lunát is, még ezt el kell döntenem. Igazából online rendeltem, és hogyha házhozszállítást kértem volna, akkor gyakorlatilag olcsóbban jöttem volna ki, mint hogyha most Lunával együtt megyek. Viszont nehéz nekem bemenni egy ilyen boltba és kérni, amit szeretnék egyedül. Miki meg nem ér rá, mert mostanában sokszor délutános, úgyhogy lehet, hogy Lunát viszem el, és talán ő ad egy kis erőt, hogy bemenjek. Általában, hogyha velem van, akkor úgyis rá szoktak jobban figyelni az emberek, és ez tök jó, mert akkor nem én vagyok az első, akit úgymond észrevesznek, és kérdezősködnek, hanem a kutyát veszik észre, és meg akarják simogatni, róla kérdezősködnek, olyan, mint egy pajzs. De tényleg egyébként ilyesmire szokták használni az érzelmi segítő kutyákat is, hogy azzal mennek mindenhova, és akkor segítenek az ilyen szituációkban. Hát nekem nincs papírom róla, hogy ő egy érzelmi segítő kutya, de néha segít, szóval értitek. Na, hát ezt akartam most itt megmutatni nektek, hogy megérkezett a csillárom, és tegnap raktam össze, igen, nem veszem ki már a dobozból, megint, még egyszer, de nagyon szép és tök vicces, mert tényleg részletekben volt külön kis apró darabokban, ekkora ilyen kis üzék voltak, nem tudom mi ez, és úgy kellett rárakosgatni minden egyes ilyen kristály utánzatot, de jó kis legózás volt. Nem is tartott olyan sokáig, mint ahogy azt gondoltam. A kicsomagolás tovább tartott, mert minden egyes ilyen kis valami egy külön kis zacskóba volt. Azzal el voltam hosszasan. Egyébként csináltam róla képet, úgyhogy azt bevágom. De le akarjuk festeni ezt feketére, mert feketét akartam venni, csak az nem volt meg. 7000 forintért úgyse kaptam volna feketét, szóval le akarjuk festeni, és ahhoz szerintem le fogok szedni róla mindent külön-külön is. Megint rakhatom majd össze az egészet, de mindegy. Ez az egész csillár dolog egyébként abból jött, hogy én múlt héten kitaláltam, hogy át fogjuk rendezni az egész lakást, át fogjuk festeni a másik szobát, és hát eléggé felforgatom majd az egész lakást, és szerettem volna ehhez egy csillárt is, mert az jól fog majd kinézni az új dizájnnal a másik szobában. Az a probléma, hogy most az ágyunk, ahol van, így nagyon tetszik, tehát tök jó helyen van, viszont az kiderült, hogy a radiátor mellett iszonyatosan nagy forróság van, ezért minden éjszaka arra ébredek, hogy folyik rólam a víz.
Úgyhogy elkezdtem nyitott ablaknál aludni, de a konyhában van nyitva az ablak. Miért ha kitakarózok, akkor meg széllyel fagyok, és megfázok. Ha meg visszatakarózok, akkor ömlik rólam a víz. Úgyhogy ez a radiátoros megoldás nem jó, ezt mindenképp meg kell szüntetnünk, viszont nem akarom visszarendezni az előző állására a szobát, mert az kevésbé tetszett, úgyhogy az egész ágyat át fogjuk vinni a másik szobába, és az tényleg ki lesz nevezve ilyen hálószobának, csak még sok átalakítás lesz, ugyanis a nőgyógyászati rendelőből még ott van egy csap, amit eddig még nem szedettünk le, hát ez kell egy szakember, hogy ne folyjon ki ott a víz, meg ilyenek, minden el legyen szépen zárva, és meg legyen csinálva, úgyhogy jó legyen. És ott még a csempét is le kell majd szedni, úgyhogy lesz vele munka bőven. De nagyon várom és nagyon izgatott vagyok, mert amit kitaláltam dizájnt a másik szobába, az ilyen nekem álom hálószoba dizájn lesz. Remélem, hogy minél hamarabb elkezdhetjük, csak hát most jönni fog a karácsony. Nem biztos, hogy arra fogunk költeni, hogy most festékeket vegyünk és az átalakításhoz szükséges holmikat. Egyelőre még ez így kérdéses, de ami késik, az nem múlik. Amúgy is ilyen halogatós típusok vagyunk. Én nem, Miki igen. Ha mondjuk ő nem akar valamit annyira, mint én, akkor az el van halasztva hosszasan. Szóval ez kicsikét meg szokta nehezíteni ilyenkor a dolgaimat. Na de mindegy, menjünk, buszozzunk egy jót. Jössz Budára? Menjünk? Akarsz jönni? Akarsz jönni, buszozzunk. De akkor fel kell venned a szájkosarat. Ne fókázz! Ne fókázz, kikopik a hasadon a szőr. Bork? Életem legkínosabb vásárlása. Soha többet nem akarok egyedül vásárolni menni. És szükségem lenne egy Miki ölelésre. Kicsavigasztalj meg! Én legalább megvan, amit venni akartam ebben a csodás rózsaszín zacskóban. De neked le van! Ott van még egy, dobd meg, ott. Vagy nem jó, hogy kajok ezek a fodel? Nem tudom. Ma az nagyon erős. Na hát, kihevertem a múltkori borzalmakat a vásárlásnál, úgyhogy megint megyünk vásárolni. És... Ja, azt le is videóztad, vagy le is vlogoltad? Igen, szörnyű volt. De nem mondtam meg, mi történt. Yeah. Arra még nem vagyok felkészülve. Na, és most megérkezett az új telefonom, úgyhogy ezt teszteljük egyben. Hát annyira nagy minőségi ugrás nem lesz, viszont olyan tekintetben valószínűleg jobb lesz, hogy nem kell külön vennem a hangot a képtől, és azt mindig minden egyes videóban összeszinkronizálni, minden egyes felvételnél. Ez már csökkenteni fog a nagyon hosszú vágási időkön, úgyhogy most egyrészt tesztelünk, másrészt pedig megyünk vásárolni, mert szeretnék egy selfie botot hozzá, mert a másik kamerát, hogyha ilyen távolra tartom, akkor benne van egy csomó minden, viszont ez nem nagy látószögű, úgyhogy ezt orvosoljuk majd egy selfie bottal, ami egyben egy állvány, mert a másik kamerámhoz is van egy állvány, és az meg olyankor jön jól, hogyha éppen úgy blogolok, hogy leteszem valahova a kamerát. A telefon még nem lehet leállítani, vagy letenni valahova, mert nem áll meg. Építse neki valami árványt. Legóból? Igen. Ez vicces lenne. Már is fáj a kezem. Na és hát akkor most megyünk vásárolni. Utána meg szerintem, ha még belefér az időmbe, akkor elkezdjük a karácsonyi ajándékok összekészítését. Az a baj, hogy én nem látok semmit. Na mindegy. Hát én sem. Végeztünk a vásárlással, viszont nem sikerült selfie botot vennünk, mert
túlságosan nagyok az igényeim. Olyat szeretnék, aminek van ilyen háromlábú állvány része, és aminek van teleszkópos része is, tehát selfie-botként is teljesen jó. Tehát eddig én csak Piszkatel egyik videójában láttam, és hát valószínűleg akkor inkább rendelni fogok egyet, úgyhogy addig csak kézből tudok videózni, vagy valami, nem tudom, tákolunk valami állványt neki, vagy még kiderül. És most pedig nekiállunk a karácsony ajándékkészítésnek, amihez szintén nem sikerült mindent megvenni, csak kimaradt egy hozzávaló, de megoldjuk máshogy. Maci! János! Maci! Ettől tízes listán mennyire szarik rám a macska? Az igen. Te szereti. Nona! Uh-huh.